Kedves gyülekezet, mai ige tanulmányunk alapigéjeként lapozzuk föl Lukács evangélium a második fejezetét. Így olvasom tehát Lukács evangélium a második fejezete 29. versétől. Az előzményekben azt olvashatjuk, hogy egy Simeon nevű igaz istenfélő ember a templomba ment a lélek indítására akkor, mikor Jézus bemutatták a szülei, mert egy kijelentést kapott, hogy addig nem lát halált, míg meg nem látja a megváltót, és a kezébe vette őt, áldotta az Istent, és a következőket mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára. Világosságul a pogányok megvilágosítatására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkoztak azokon, amiket ő felőle mondottak, és megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának. Ímé, ő vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja élestől, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Ez az idős ember egy olyan különleges messiási jövendőlést mondott, amiben nagyon különleges módon foglalja össze Jézus Krisztus szolgálatát. Nézzük csak meg, hogy mit mondott Simeon Jézus Krisztusról. Azt mondja, hogy az Isten rajta keresztül elküldte az üdvösség útját, megmutatta, hogy mi az üdvösség útja. Ennek érdekében Jézus Krisztus azért született, hogy a pogányok, vagyis a népek megvilágosítására legyen. Tehát azok, akik még nem ismerik a kinyilatkoztatást, azok Jézus Krisztuson keresztül megismerhessék, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda Jézus Krisztus, aki által üdvözülhetnek. Azon kívül a te népednek, vagyis azoknak, akik már ismerik őt, az Izraelnek dicsőségére. A dicsőség kifejezés a Szentírásban, amikor Istenre és emberre vonatkozik, ez a jellem. Tehát az Isten népe jellemének a fejlesztésére jött el Jézus Krisztus erre a világra. És mondott még egy különleges kijelentést, ami úgy gondolom, hogy nagyon különleges lehetett Máriának. Azt mondta, hogy majd egykor a te lelkedet is átjárja éles tör, tehát olyan dolgot fogsz tapasztalni, ami rendkívül fájdalmas lesz számodra. Nyilván utalt a bekövetkező kereszt halálára. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a Messiás szolgálata nem olyan lesz, mint amilyennek várnák az emberek. Mit küld jegyül? Hogyan küldte jegyül a mindenható Isten Jézus Krisztust erre a földre? Azt mondja, hogy lesz egy ismertető jel, ami alapján meg lehet állapítani, hogy az Atya elküldte Jézus Krisztust, az ő fiát erre a földre. Mi az ismertető jel? Az, hogy mindenki éljenezni fog, és mindenki el fogja fogadni a Messiás tanítását. Figyeljétek csak, hogy milyen érdekes jövendőlés. 34. versben, ímé ő vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben, és sokan ellene mondanak. Nagyon elgondolkozhatott engem ez a kijelentés. Jézus Krisztusról ez az ismertető jel, hogy ő sokaknak az elestére és a feltámadására vettetett, vagyis azért jött el, hogy sokan elessenek és feltámadjanak, és sokan ellene mondjanak. Hát hogy van ez? Milyen messiási jövendőlés ez? És szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nagyon csodálatos jövendőlés, amit szeretném, hogyha most közösen végig gondolnánk, hogy mennyire igaz Jézus Krisztus szolgálatára ez, hogy bizony, pontosan az az Isten által küldött ismertetőjel, hogy sokan ellene mondtak, mert azok a tanítások, az az életpélda, amit Jézus Krisztus képviselt, és az, amit ő elmondott, az nem olyan volt, ami hízeleg az emberi természetnek, és ami természetes az embernek, és könnyen követhető. Hanem mondhatnánk, hogy ez sok esetben botrányos volt emberek számára. Az a kifejezés, amit itt olvasunk, hogy sokak elestére, az kétszer fordul elő ez a görög kifejezés az Új Szövetségben,
A másik hely, ahol előfordul, az a történet, amikor Jézus arról beszélt, hogy aki a homokra építette a házát, annak nagy lett a romlása, amikor jött az eső, meg a szél, meg a vihar. Tehát Jézus Krisztus jött azért, hogy sokak romlására, elestére legyen az ő tanítása. Ez nagyon érdekes kijelentés. Hogy Jézus Krisztus személye, az ő egész élete a tanítása az embereknek az elestére, az összetöretésére történt volna? De csodálatos, hogy nem áll meg itt a jövendőlés, mert azt mondja, sokak elestére és feltámadására, és sokan ellene mondanak. Én azt értettem meg ebből a jövendőlésből, hogy ez csodálatosan összefoglalja Jézus Krisztus szolgálatát, és nekem nagyon sokat segített az a hasonlat, ahol még előfordul ez az elesés kifejezés. Tehát azt mondja, hogy Jézus Krisztus élete, tanítása, példaadása, az egy követendő példa, ezt nagyon sokan megértették. És azok közül, akik megértették, ketté váltak az emberek. Az egyik részük azt mondta, hogy nem, köszönöm szépen, én ezt nem akarom követni, én ebből nem kérek. Azt mondja, sokan ellene mondanak, sokan szembefordulnak. Ez az egyik csoport, hogyha a Jézus Krisztus tanításait megismerő embereknek. A másik csoport pedig, ők is meglátnak valami olyan dolgot az életükben, ami összetöri őket. De azt mondja, hogy sokak feltámadására, ezt a kifejezést így is lehet fordítani, hogy sokak talpra állítására. Tehát nekem ez egy olyan csodálatos jövendőlés, hogy egy idős ember a halála előtt ilyen kijelentést kapott Jézus Krisztus szolgálatáról, amivel tulajdonképpen végigvizsgálhatnánk Jézus Krisztus egész életét és szolgálatot, hogy hogy fog ez megvalósulni, hogy emberek szembesülnek dolgokkal, megértenek dolgokat, egyesek megértik azt, hogy ezt követniük kell, de nem akarják követni, ezért el nem mondanak. Míg mások is megértik, hogy velük valami nagyon nagy baj van, és úgy érik meg ezeket a helyzeteket, hogy összetöretés, megrázatás történik velük, de ők viszont talpra állnak. És ajánlom nektek, hogy különösképpen a Jézus Krisztus áldozata körüli eseményeknek a leírását olvassátok ilyen szempontból, hogy amit mondott itt Simeon, hogy különösképpen meg fog ez nyilatkozni akkor, amikor Jézus Krisztus halála megtörténik. Hogy ott is lesz a sokaknak az ellentmondása, hogy ellene mondanak. Ott fog kiderülni az, hogy mik voltak az ő szívében, hiszen azzal fejeződik be a 35. vers, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Hogy mi volt emberek szívében Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálat alatt, vagy ahogyan ők viszonyultak Jézus Krisztushoz, ez abban az esetben derült ki igazán, amikor Jézus Krisztus áldozata megtörtént. Én végigvettem egy csomó történetet ilyen szempontból, végigvettem, hogy azok a szereplők, akik ott vannak közvetlenül Jézus Krisztus szenvedés történetében, hogyan láthatjuk az ő életükben azt, hogy nyilvánvalóvá lett egyértelműen az, hogy mi volt az ő szívükben, hogy ők azok közé tartoztak, akik ellene mondanak, akik nem akarják ezt követni, vagy azok közé, akik követni akarták őt. És az ő talpraállításukra történt Jézus Krisztus áldozata. És hogy ez egy krisztusi szolgálat, hogy ő nyilvánosságra akarja hozni azt, hogy mi van az ember szívében, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Hát ajánlom nektek, hogy ilyen szempontból nézzétek végig Jézus Krisztus kereszt halálhoz vezető utat és a történeteket, mert nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy bizony sok ember úgy nyilatkozott és úgy cselekedett, ahogyan nem gondoltuk volna róla, akár egy Júdásról, akár aztán Arimátiai Józsefről, vagy sokakról. Tehát, hogy ami a szívben belül benne volt, hogy ők hoztak egy döntést Jézus Krisztussal kapcsolatban, ez teljesen világossá és nyilvánvalóvá lett. De hogy visszatérjünk erre a kifejezésre, én talán most egyetlen egy történetet szeretnék kinagyítani, hogy Simeon úgy beszélt Jézus Krisztusnak erről a szolgálatáról, mint ami egy örökérvényű igazság. Mert ugye azt olvashattuk, hogy Jézus Krisztus világosságú jött az emberek megvilágosítására, és azért, hogy az emberek talpra állítassanak.
És azért is, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalóká legyenek. És én egyetlen egy történetet hoztam a mai napon nektek, ami szintén kapcsolatos lesz majd Jézus Krisztus kereszt áldozatával. Ez Péter élettörténete, mert én ezen az élettörténeten keresztül szeretném megmutatni nektek azt, amit én megértettem, hogy Jézus Krisztus hogyan munkálkodott Péterért, hogy az ő életében ez a talpraállítás megtörténjen, és hogy az ő szíve gondolatai is egyértelműen nyilvánvalóak legyenek, és hogy a végeredmény az ő életében is egy olyan jellem legyen, amire Jézus szerette volna őt elvezetni. Ugye Péter azok közé tartozik, akik talpra álltak. És nekem az a meglátásom, hogy a Jézus Krisztus közben járó szolgálatával kapcsolatban is jobban megérthetjük, hogy mit is tesz Jézus a mennyben ennek az igének a fényében. Legalábbis én jobban megértettem. Mert én azt értettem meg, hogy a Krisztus közben járó szolgálata is ugyanez, hogy ő minden ember elméjének a gondolatait szeretném megvilágosítani, bevilágítani abba, hogy mi van ott, ami nincsen a helyén, azután olyan körülmények közé juttatja az embert, hogy a saját gondolatai is nyilvánvalók legyenek ő előtte is, mert hogy sokszor ő sem látja, és hogyha valaki az összetöretés után, amikor szembesül, megragadja a krisztusi segítséget, akkor talpra állhat, és a jelleme formálódik. Hát így most Péter apostol élettörténetét nagyon röviden csak ilyen szempontból tekintsük végig, hogy hogyan munkálkodott azért Krisztus, hogy az ő szívének a gondolatai is egyértelműek és nyilvánvalóak legyenek olyan helyzetekben, amiben Jézus tudatosan vezette őt. Hát a legelső, ami Péterrel kapcsolatban segített engem, az a János Evangélium első fejezetében van. Ugye emlékeztek, hogy ő volt az egyik első tanítvány. Az ő testvére András ment először egyikként Jézushoz. Nagyon mélyen égett a vágytól, hogy hát megtaláltuk a Mesiást, akkor oda vezesse az ő testvérét is, Pétert. És ekkor találhatunk egy nagyon érdekes kijelentést, amit Jézus elmondott Péternek a 43. versben. Így olvasom tehát János Evangélium első fejezetének a 43. versét. Amikor Jézus Péterre tekintett, akkor ezt mondta neki. Te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Nagyon érdekes, hogy Jézus, amikor meglátta Pétert, egy különleges kijelentést mondott neki. Azt mondta, hogy te Simon vagy. De én egy másik nevet mondok. Te Kéfásnak fogsz neveztetni, ami megmagyarázva azt jelenti, hogy kőszikla. Most vagy Simon, de Kéfás leszel, kőszikra, megmagyarázva ezt jelentette ez a kifejezés. Vajon mit tükrözött ez a kijelentés? Ez jelentheti azt, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek hatalma által, ami ő benne volt, hiszen a Szentlélekkel teljes volt, amikor odament hozzá Péter, már látta azt, hogy milyen természetű ez az ember? Honnan indul és hová jut? Emlékezzünk csak vissza, hogy a Jézusnak a legcsodálatosabb tulajdonsága, legalábbis számomra, ami a mai napi Krisztusra igaz, ő úgy fogadja el az embereket, ahogy vannak. Látja az értékeiket, de látja a hibáikat, és vezetni szeretné őket oda, ahova eljuthatnak az ő kegyelmének a befogadása által. És ő valamit látott Péterben, láthatta azt, olvasotta a jellemében, láthatta azt, hogy egy milyen lobbanékony, de szerető szívű, egy nagyon gyors ember, aki gyorsan vár, gyorsan szól, gyorsan tesz. Tudjátok, hogy Péter apostol ilyen, élete ilyen volt, illetve jellem tulajdonsága. Mit tett Krisztus azért, hogy ebből a Simonból Kéfás legyen? Hogyan lett a Simonból Kéfás? Hát a legelső történet, amikor össze kellett töretnie Péternek, és nagyot csalódott, és azután majd talpra áll ebből a csalódásából. Ezt a történetet Lukács Evangélium 5. fejezetében olvashatjuk, bizonyára mindannyiótok előtt ismert, hogy Jézus szolgálatának nyilvános kezdete után, mint egy másfél évvel, Péter apostol többi társaival együtt ott találjuk, hogy halásznak a Galileai tavon, és nincsenek Jézussal. Mi történt vajon itt? Miért nincsenek Jézussal?
Ha megnézzük az időrendi sorrendet az evangéliumokban, azt érthetjük meg, hogy keresztelő Jánost közvetlenül előtte bebörtönözték. Képzeljétek el Pétert és a többieket, amikor azzal szembesültek, hogy keresztelő János, aki Jézusra mutatott, akiknek ők a tanítványai voltak, ugye Péter is közéjük tartozott, a börtönben kell sínlődnie, és Jézus nem tesz semmit. Nem szabadítja ki börtönből keresztelő Jánost. Nagyon elcsüggedhettek, és nagyon elkeseredhettek. És én azt gondolom, hogy ez arra mutat ez a történet, hogy annyira elkeseredhettek, és akkora csalódás mehetett rajtuk végbe, hogy hát akkor talán ők is ott végzik, majd ha Jézus követői lesznek, hogy visszamentek halászni. És ebből azt érthetjük meg, hogy eddig az időig még egyetlen tanítvány sem egyesült munkatársként tökéletesen Jézussal. Számos csodáját látták, hallgatták a tanításait, sokszor együtt voltak vele, de még teljesen nem adták föl a hivatásukat, és amikor történt egy ilyen helyzet, hogy keresztelő János börtönbe került, akkor nagyon könnyű volt visszamenni a halászathoz, és végezni azt a szolgálatot. És hogyan munkálkodott Krisztus azért, és az Isten vele együtt az Atya hogyan munkálkodott Péterért, hogy ő meglásson magában valamit, amit még nem látott. Mi történt akkor éjszaka, amikor Jézus reggel odament? Az, hogy még a foglalkozásuk is cserben hagyta őket. Azért most képzeljük el Pétert, hogy szembesül azzal, hogy hát a Jézus követőinek talán börtön lesz a sorsa, hát akkor menjünk vissza halászni. Visszamegy halászni, és cserbe hagyja a foglalkozása is. Én úgy gondolom, hogy ez az a helyzet, amit a körülmények hoztak Péter életében, hogy még a foglalkozása is cserbe hagyta, keserűen csalódott talán Jézusban is, amiatt, hogy nem szabadította ki keresztelő Jánost, és hogyan állította őt talpra Jézus. Emlékeztek erre a történetre Lukács evangélium 5. fejezetében? Ő odament, mert tudta, hogy ez van a Szentlélek által. Ezek az emberek most nagyon nehéz helyzetben voltak. Valamit meg kell értsenek. Beszállt a hajójába, azt mondta, hogy evez beljebb, tanította az embereket, és akkor azt mondta, hogy vessétek ki a ti hálóitokat fogásra. Világos nappal. És akkor ugye Péter persze azt mondja, hogy Uram, hát egész éjszaka halásztunk, amikor a halászat ideje van, és semmit nem fogtunk. De a te parancsolatodra bevetjük a hálót. És emlékeztek arra, hogy halak sokaságát fogták össze, annyit, hogy inteni kellett a társaiknak, hogy segítsenek kivinni a halakat. És itt van egy olyan kijelentés, ami ez az elesés és talpraállítás egyértelmű kifejezése, hogy Péter szívének a gondolatai maga előtt nyilvánvalóká lettek, hogy akkor ő nem töldött a rakománnyal, hanem odaborult Jézus lábához, és azt mondta neki, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Szüksége volt Péternek arra, hogy meglássa azt, hogy ő miért is követi a Mestert, hogy ő képes-e arra, hogy bármilyen körülmények között is kövesse, még akkor is, hogyha üldözés lesz a következménye. Micsoda kegyelem volt, hogy azt is tapasztalhatta Péter, hogy de Jézus szereti, tud róla, ott van vele, és szembesíti azzal, aki ő, de nem fordul vele szembe. Micsoda tapasztalat lehetett ez Péternek? Aztán nézzük a következő tapasztalatot, mint egy év múlva. Ez pedig az a tapasztalat, amikor Jézus megvendégeli az 5000 embert, és nem engedi magát királlyá kenni. Nem tudom, mit gondoltok Péterről, hogy tüsténkedett és hogy serénykedett abban, hogy Jézus király legyen. Nagy csalódás lehetett Péternek is az, hogy Jézus parancsolt, hogy menjenek át a túlsó partra, és ő elvonult, ott hagyta őket, és emlékeztek, hogy akkor viharba kerültek. És egyszer csak, ha Máté evangélium a 14. fejezete jegyzi le ezt a történetet, ugye látnak valakit, aki közeledik, ugye megrémülnek tőle először, és aztán Jézus megszólal, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És nézzük csak Péternek a jellemét, amit Jézus nagyon jól látott, hogy milyen ő. Azt mondta, hogy Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj,
És Péter kiszállt a hajóból és járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. Na hát ő a Péter. Egyik tanítvány sem mert ilyet kérni, hogy Uram, ha tényleg te vagy, akkor add, hogy én is járhassak a vizeken. Hogyan lett nyilvánvalóvá Péter előtt is a szíve gondolata ebben a helyzetben? Mi történt akkor? Azt olvassuk a folytatásban, de látva a nagy szeret megrémült, és elkezdett merülni, és akkor kiáltott, Uram, tarts meg engem, mert elveszek. Mitől látta a nagy hullámokat? Képzeljük el, hogy megy Jézushoz. Jézus vele szemben van, megy Jézushoz. Mitől látta meg a hullámokat? Itt a Simon, aki elbízta magát egy kicsit, hogy na nézzétek csak, járok a vizen, és én azt feltételezem, hogy hátrafordult. És oda nézett a tanítvány társaira. És abban a pillanatban nyilvánvalóvá lett a szíve gondolata, és elkezdett süllyedni. És hogyan állította a talpra Jézus Krisztus? Segített neki, ugye nem hagyta ott, hogy elsüllyedjen. Hanem azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél. Gondoljunk csak arra, hogy milyen változás ment végbe akkor Péterben, ebben a helyzetben. Meglátta ő azt, hogy mi volt a szívében? Ebben a helyzetben. Feddést kapott ő arra nézve, összetöredhetett Péter, amikor visszagondolta arra, hogy majdnem az életembe került a magabiztosságom, a beképzeltségem, amikor visszatekintettem, és azt gondoltam, hogy én járok a vizen. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szüksége volt Péternek, hogy ilyen körülmények közé kerüljön, mert Jézus tudta azt, hogy mi vár Péterre. És Péternek meg kellett látnia, hogy az ő emberi természetében mi az, ami egy olyan adottság, ami ha nem kerül Krisztus befolyása alá, és ha nem világít rá arra, hogy ez egy probléma az ő jellemében, akkor az ő jelleme nem lesz tökéletes. És ugye ez nem csak ebben a helyzetben nyilatkozott meg, ez a dolog Péterben, ez a bizonyos magabízás, hanem ez más esetben is megnyilatkozott. Talán most lapozzunk Máté Evangélium a 16. fejezetében. Ebben a fejezetben találunk két történetet is Péterről. Itt találhatunk egy olyan időszakot, amikor tényleg már nagyon sok ember szembefordul Jézus Krisztussal, már egyértelmű, hogy a farizeusok sem fogadják őt el. És Jézus egy alkalommal, amikor Cézáre a Filippe környékére ment, akkor megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, és végig sorolják, hogy ki mindenki, kinek mondja Jézust. És azt kérdezi tőlük Jézus Krisztus a 15. vers szerint, ti pedig kinek mondotok engem? Simon pedig azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És nézzük, hogy mit mond neki utána Jézus. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Hát itt van ebben a kijelentésben nagyon érdekes szójáték a görögben. Péter a Szentlélek ihletése által kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt a Szentlélek jelentette, meg maga Jézus azt mondja, hogy ezt most nem te mondod, Péter, hanem ezt neked az Isten jelentette ki. De milyen érdekes azt mondja neki, hogy te Péter vagy, de ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. A görögben itt két kifejezés áll. A Péternek a neve Petrosz, aminek a jelentése ugye párhuzamos a kéfással, a kősziklával, ami egy kibányászott kődarabot jelent. Nem egy olyan kis picike drágakövet, háromféle kő kifejezés van a görögben, az egyik egy ilyen pici, ami drágakő, aztán van a nagyobb, ami a Petrosz, tehát egy kibányászott kődarab. Így is fordítják egyesek, hogy gurulókő, tehát ami nem egy helyben áll masszívan, és azt mondja, hogy te egy ilyen kő vagy.
Egy kibányászott, az Isten bányájából kibányászott gurulókő. És azt mondja, de én ezen a kősziklán, a Petrán, ami egy mozdíthatatlan, masszív szikladarab, aki én vagyok, az azonosítás szerint, ugyanez a kifejezés áll ott is, hogy akkor, aki a kősziklára építette az ő házát. Aztán, amikor Pál apostol mondja, hogy a kőszikla a Krisztus volt, azt mondta, hogy én saját magamon, ami masszív, mozdíthatatlan kőszikla, ezen építem fel az én anyaszentegyházamat, a te életedben is, és akkor a pokol kapui sem vethetnek rajta diadalmat. Én úgy gondolom, hogy Péter, aki ezt értette, ez egy csodálatos dolog volt, mert azt mondta neki, hogy Péter, te egy gyenge ember vagy. Neked megvannak az adottságaid a természetedben. Lobbanyékony vagy, gyors vagy, hirtelen vagy, meggondolatlan vagy. Te vagy a Petrus. Te egy ilyen kibányászott kődarab vagy. De ez a kő bizony hol ide gurul, hol oda gurul. Hol a Szentlélek jelenthet ki rajta nagy dolgokat rajta keresztül, hol pedig elesel. De azt mondja, de én vagyok a Petra. Az a mozdíthatatlan szikla, akire ha te fölépíted a te házadat, akkor azon a pokol kapui sem vethetnek diadalmat. És olyan érdekes nekem, hogy ugyanebben a fejezetben szintén van egy olyan helyzet, amiben Péter szembesülhetett azzal, hogy miért is mondta neki Jézus azt, hogy te Petrosz vagy, te egy guruló kő vagy, de én az egyházamat, az Isten országát ti bennetek, ezen a nagy mozdíthatatlan szikván, vagyis én saját magamon akarom fölépíteni. Nézzük csak meg, hogy mivel folytatódik itt a leírás. Jézus kezdi megjelenteni a tanítványoknak, hogy őt Jeruzsálembe kell vinni, sokakat fog szenvedni a vénektől, a főpapoktól, az írástudoktól, meg fog öletni, és harmadnapon föl fog támadni. Emlékeztek, hogy mit mondott neki akkor Péter? Itt olvassuk. Mentsen, Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberek dolgaira. Olyan megdöbbentő lehetett ez a kijelentés Péternek. Az előbb azt mondta neki Jézus, hogy nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Itt pedig előjön az ő emberi természete. Én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus szolgálata Péterért egy csodálatos szolgálat volt. Mert emlékezünk a legutolsó történetre, amit még Péterrel kapcsolatban szeretnék fölhozni, hogy milyen körülmények közé is jutott Péter, ahol meglátta a saját szívének a gondolatait, és nyilvánvalóak lettek saját magáról is, hogy nehogy elbízza magát. Ő egyedül csak egy Petrosz, egy guruló kő. De Krisztus azt szeretné, hogy a kősziklán építse föl az ő egyház, az ő Isten országát az életében. És hogy ő nem magába álljon, mert ha magába áll, akkor ő mindig el fog esni. Hát a legutolsó történet, amire csak röviden szeretnék utalni, az, amikor Jézus megjövendőli Péternek, hogy háromszor meg fogja őt tagadni. Emlékeztek arra, hogy Péter ezt nem hitte el? Azt mondta, hogy ha mindenki is, de én nem. És azt mondta, hogy még a börtönbe is kész vagyok veled menni. És szerintetek Péter komolyan gondolta azt, amikor azt mondta, hogy a börtönbe is elmegy Jézussal? Én abból gondolom, hogy komolyan gondolta, hogy mikor elfogták Jézust, akkor ő volt az, aki kimerte venni a szabját a helyéről, és lemerte vágni a szolga fülét. Ezt senki más nem merte megtenni Péteren kívül. Tehát ő komolyan mondta azt, hogy én a börtönbe is kész vagyok vele menni. És mit nem értett meg Péter? Hogy ő magában, egyedül, az emberi természete szerint, ha nem Krisztusra építi házát, csak egy esendő ember, és nem tud győzelmeket aratni. És nem hitte el Krisztusnak azt, hogy vele meg fog történni az, hogy háromszor megtagadta Jézust. És amiről Simeon jövendölt, hogy majd akkor, Jézus halálakor sok szív gondolata nyilvánvaló lesz. Péter előtt nyilvánvalóvá lett, hogy mi volt ő benne. Hogy megdöbbenhetett, amikor harmadszorra is megtagadta Jézust, és Jézus a bilároitól elfordult,
és szembe találkozott azzal a szeretetteljes, szánakozó és nagyon fájdalmas tekintettel. Én úgy gondolom, hogy Péter nem ismerte saját magát. Nem tudta azt, hogy mi lakozik az ő szívében. De az a körülmény, amibe belekerült, az megmutatta számára azt, hogy van benne önszeretet, önmagában való bizalom, olyan mértékig, hogy ez felülmúlta a Krisztus iránti szeretetét. És én úgy gondolom, hogy Jézusnak az a magatartása, ahogyan ő Péterhez viszonyult, ez volt segítség Péternek abban, hogy ő talpra állt. Ő megértette, hogy ő kicsoda, és megértette azt, hogy ő egyedül, esendő, gyenge ember, de hogyha Krisztusra építi az ő házát, akkor erőssé válhat. Mert már nem ő akar egyedül erős lenni, hanem a Krisztus hatalma által tudja élni az életét. Hát én ebből a történetből, meg az összes többi történetből is azt értettem meg, amivel összegezni szeretném itt Péter élete történetét, hogy nekem ez a simeoni jövendőlés egy olyan szempont lett az életemhez, hogy megértsem azt, hogy sok esetben, ami velem történik, és bizonyos körülmények közé kerülök, az nem véletlenül van. Hanem az Jézus Krisztus közben járó szolgálata az toltoló dolog az életemben. Mert hogy azt láthattuk, hogy Pétert azok a körülmények, amelyek történtek vele, azok felélesztették benne azt, ami benne volt, ez segítette őt abba, hogy szembesüljön a saját fogyatékosságaival, az emberi természete rútságával, és amikor összetöretett, akkor volt egy megváltója, aki segítette őt, és nem hagyta benne ebben a helyzetben. Ezért én megértettem azt, hogy amiről beszélt Simeon, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká válnak, és hogy ez nincsen összetöretés nélkül, ez nagyon igaz a mi emberi életünk körülményeire. Nekem azért volt ez nagyon fontos ebben a történetben, mert nem tudom, ti tapasztaljátok-e azt, hogy sok esetben olyan körülmények közé kerültök, hogy nem értitek, hogy miért vagytok benne ebben a helyzetben. Sok esetben éppen akkor kerülünk nagyon érdekes és nehezen érthető körülmények közé, amikor elhatározzuk azt, hogy mi szeretnénk a Jóistenhez igazítani az életünket. Vagy kérünk tőle konkrétan valamit. Én is emlékszem, hogy nemrégen kértem az Úrtól valamit, aztán nagyon meglepődtem, hogy hallgattatik meg az én imádságom, hogy mi minden történt velem. Ami nekem is sok mindent felszínre hozott az életemben. És hadd olvassak egy pár mondatot Ellen White-nak a Nagyolvos lábnyomán című könyvéből. Ezt a pár mondatot azért szeretném felolvasni, mert így a Péter élet története és ez a simeoni messiási jövendőlés, ez így tanított nekem egy nagyon fontos dolgot, ami hiszem az, hogy segít az életünkben eligazodni. És segít bennünket abban, hogy miért kerülünk sokszor olyan körülmények közé, amiben vagyunk. Sokan, akik őszintén Isten szolgálatára szentelődtek, meglepődnek és csalódnak, amikor soha addig nem tapasztalt akadályokkal, próbákkal és tanástalanságokkal szembesülnek. Az Úr szolgálatára való alkalmasság elnyeréséért könyörögnek, ugyanakkor a körülmények, mintha minden rossz tulajdonságokat elő akarnák csalni. Olyan hibák mutatkoznak meg az életükben, amelyek létezéséről még csak sejtelmük sem volt. Az ősi Izraelhez hasonlóan megkérdezik, ha az Úr vezet, miért érnek minket ezek a dolgok. Pontosan azért esnek meg ezek velük, mert Isten vezeti őket. A megpróbáltatások, az akadályok Isten fegyelmező eszközei, a sikernek Isten által megszabott feltételei. Ő, aki olvas az emberek szívében, jobban ismeri jellemüket, mint ők maguk. A gondviselő Isten különféle helyzetekbe és körülményekbe viszi bele őket, hogy felfedezzék jellemük előttük is rejtett fogyatékosságait. Alkalmat ad nekik arra, hogy ezeket a hibáikat kijavítsák. Miért vannak a körülmények az életünkben? Történhet bármi az Isten tudta nélkül? Miért mondja Pál apostol azt, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik az egy legfontosabb jóra, az üdvösségre? Azért, mert nincs olyan dolog az életünkben, ami ne Isten tudtával történne.
Még akkor is, ha mi elrontottunk dolgokat, de a körülményeket ő engedi, és miért engedi meg? Újra fölolvasom ezt a mondatot. Hogy felfedezzék jellemük előttük is rejtett fogyatékosságait, és hogy alkalmat kapjanak arra, hogy helyrehozzák. És most visszatérnék Simeon jövendőlésére. Isten szabad választást ad nekünk. És amikor egy helyzetbe vagyunk, egy körülménybe, akkor két lehetőségünk van. Vagy azt mondjuk, hogy Uram, én ezt a leckét nem akarom elfogadni. Föllázadunk, és ellene mondunk. Akkor az egyik csoporthoz tartozunk, akikről ezt mondja Simeon, akinek sokan ellene mondanak Krisztusnak. És akkor elveszíthetjük az életünket. Hiszem, hogy Isten ad egy következő lehetőséget, és nagyon sok lehetőséget fogunk még kapni. De ha mindig úgy döntünk, hogy mi nem fogadjuk el a körülmények által előhozott helyzeteket arra, hogy mi megváltozzunk, akkor a gondviselő Isten újabb helyzeteket fog hozni, csak lehet, hogy azok nehezebbek lesznek. Nemrégen beszélgettem valakivel, akinek nagyon nehéz helyzete volt, és menekülni akart előle. És mondtam neki, hogy figyelj, én csak azt tudom neked tanácsolni, inkább maradj ott. Maradj abba a helyzetbe. Mert ha most elmenekülsz, attól nem lesz jobb a helyzet, majd megkapod még nehezebb helyzetbe ugyanazt. Mert ezzel magaddal kell megküzdened ebben a helyzetben. Én is sok minden elmenekültem azért, de azt gondoltam, hogy menekülök, mert ott valami van, és valami megmutatkozik bennem. Nem menekülhetünk el. Mert Isten annyira szeret bennünket, hogy nem akarja, hogy elveszünk. És a másik lehetőség, amit Péter követett. Amikor felszínre jött, hogy kicsoda ő. És nyilvánvaló lett előtte is a saját szívének a gondolata. Akkor kiáltott, hogy ments meg, Uram, mert elveszek. Akkor kiment és keservesen sírt. És engedett a Jézus hívásának, aki üzent neki, hogy gyere, Péter. Mert én előttetek megyek Galileába, de mondjátok meg Péternek, hogy jöjjön, mert én szeretem. És megerősítette a szövetséget Péterrel Jézus. Háromszor mondta neki, hogy legeltesd az én bárányaimat, és őrizd az én juhaimat. Tehát nem hagyta magára. És talán még egy gondolatot szeretnék felolvasni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára megérteni azt, hogy a körülmények azok nem mentségek a mi hibáinkra. Saját magam is megfigyeltem azt, hogy olyan könnyen mentegetem magam a körülményekkel. Hadd olvassak két szakaszt ezzel kapcsolatban. Szintén Angyolvas lábnyomán című könyvben az angol lapszám szerint a 498. oldalról így olvasom. Az igazi keresztényt olyan álhatatosság jellemzi, amelyet nem törhetnek meg és nem gyengíthetnek a kedvezőtlen körülmények. Tehát ha a kedvezőtlen körülmények kihoznak valamit, akkor baj van velem. És nem a körülményekkel van baj. És nagyon sok esetben azt gondoljuk, hogy a körülmények. És megmagyarázzuk, hogy miért. Azt mondja, hogy az igazi keresztényt olyan álhatatosság jellemzi, amelyet nem törhetnek meg, sem nem gyengíthetnek a kedvezetlen körülmények. És aztán egy másik mondat. Ez pedig az 500. oldalon van az angol lapszám szerint a Nagyolvos lábnyomán című könyvben. Az ember alakíthatja a körülményeket, de nem engedhető meg az, hogy a körülmények alakítsák az embert. Meg kell ragadnunk a körülményeket, mint a munkát elősegítő eszközöket. Uralkodnunk kell rajtuk, de nem engedhetjük meg, hogy azok uralkodjanak rajtunk. De hány esetben halljuk azt, hogy ó, kérem, hát ilyen körülmények között, hát nem lehetett más tenni, mint hogy azt tettük, amit. Vagy azt tette az illető, amit. Azt mondja, az ember alakíthatja a körülményeket, de nem engedhető meg azt, hogy a körülmények alakítsák az embert. Meg kell ragadnunk a körülményeket, mint a munkát elősegítő eszközöket, uralkodnunk kell rajtuk, de nem engedhetjük meg, hogy azok uralkodjanak rajtuk. Rajtunk. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten segítsen bennünket. Hogy azokat a körülményeket, amelyeket mi a személyes életünkben kapunk, úgy fogjuk föl, mint Isten nevelő eszközeit.
amik által a saját szívünk gondolatai felszínre jönnek. És én kívánom, hogy ne csak összetöressünk ezekben, és meglássuk azt, hogy kik vagyunk, hanem tudjuk megragadni a krisztusi szerető kegyelmet olyan módon, mint ahogy ezt Péter is tette, hogy azok között lehessünk, akik talpra állítatnak, és arra a jellemre eljutnak, amit Isten szeretne kimunkálni az életükben. Én kívánom, hogy Isten segítsen bennünket ebben, hogy megértsük azt, hogy egyedül mindannyian gyenge emberek vagyunk, de amit Péternek mondott Jézus, hogy majd azon a kősziklán, ha építed a te házadat, akkor a pokol kapui sem vehetnek diadalmat rajta. Segítsen bennünket, Isten, hogy ne higgyük el egyetlen egy körülményről se, hogy ebben nem állhatunk meg, hanem higgyük azt, hogy Krisztus által minden körülményben megállhatunk, és minden körülményekben uralkodhatunk, de nem egyedül, hanem ő általa. Ezt a hitet adja meg nekünk Isten az ő kegyelméből. Amen.